48. alkalommal rendeztek fedett pályán atlétikai országos bajnokságot, viszont először adott otthont vidéki város az eseménynek, amelyen 36 egyesület 259 versenyzője állt rajthoz. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban Iroszki Dominik szerezte az első aranyérmet. A BHSE 20 éves sprintere 60 méteren elért 6.63-as idejével kvalifikálta magát a belgrádi világbajnokságra. 9. alkalommal nyert fedett pályán Bakosi Péter, aki a hazai közönség előtt 222 cm-t ugrott. Nagyon örülök neki, szerintem az egyik legszebb bajnoki címeim közé tartozik. Az ellenfelem az nagyon jó versenyen, nagyon stabilan ugrott, viszont nekem az elején azért voltak problémáim és voltak rontott kísérletek, és a végére sikerült összeállnia az ugrásainak. Férfi súlylökésben Tóth Balázs már az első sorozat után az élre állt. A győzelmet jelentő 17-95-öt pedig az 5. sorozatban dobta Kerekes László és Cserpák Róbert tanítványa. Nagyon jól éreztem az egész felkészülési időszakot, egészen ezt a 3 hetes időszakot, amíg az egyik versenytől a másikig, ugye erre a versenyre készültünk, számítottunk egy nagyobb eredményre. Az előző versenyeken is volt már hasonló, sajnálatos módon azok érvénytelenek voltak, most sikerült mégiscsak bennmaradni egy ilyen nagyobb dobásba. Helebrant Máté nehéz versenyre számított, végül azonban senki nem tudta tartani a lépést Bokrovenszky József tanítványával. A háromszoros olimpikon 19 perc 26,68 század másodperc alatt teljesítette az 5 kilométeres távot. Nagyon jól éreztem magam, főleg azért, mert végre hazai pályán tudtam versenyezni. Erre legutoljára 6 évvel ezelőtt került sor. Kifejezetten szeretem ezt a rövid távot. Az 5 kilométer nekünk ez igazi sprinttáv, és így a téli felkészülés közepén ez kifejezetten jót tesz nekünk. Ugye már 3-4 hónapja megy a téli alapozás, egy kicsit monoton, és ez a kis rövid 20 perces verseny, ez kicsit megtöri ezt a monotonitást, és igen, egy kicsit a többiek egy kicsit lemaradtak, a keményebb versenyre számítottam, arra viszont nem, hogy ilyen jó időt fogok menni. Női hármasugrásban Nyisztor Petra az utolsó sorozatban elért 12.81-es egyéni csúccsal szerezte meg a 4. nyíregyházi aranyérmet. Helebrant Máté már el is utazott Portugáliába, ahol újabb 2 hétig készül a márciusi békéscsabai 20 kilométeres bajnokságra és az áprilisi dudincei 35 kilométeres versenyre. Bakosi Péter április elején utazik szintén Portugáliába, hogy ott készüljön fel a szabadtéri szezonra. Tóth Balázs márciusban az Európa kupában lép dobókörbe, majd ő is készül tovább a nyári versenyekre.